jól az Epsilon játékosai, legalábbis ami a vásárlást illeti, a 3 SMG hozhatja a 600 dolláros fregeket, alappisztolyokkal négyen is, flash az együtt, aki egy P250-et beválaszt, de Lecro kezébe, úgy tűnik, hogy ez a Glock is halálos lehet, Freddy előre tolja a rámpát, ott csörög a 600-as, és Snyder palotából megkerülve próbált Freddy háta mögé kerülni, igen, palotát, azt bizony elfelejtette most mindenki, Kállétől is ott van az UMP frag, eddig ez a fegyver nyeri a kört. És Lekró középen Draken pisztolyától kapja a fejest, hát 3 600 dolláros freget szerzett így a csapat. Most azonban gond lesz, hiszen megtartják ezeket az SMG-ket, és az AK-k ellen kell most már bizonyítani velük. Hát változatos pozíciókra lesz szükség. Itt vannak a fregek. Pronax 1. Nem is mondok semmit kessen is már mindenki bőven 20 frag fölött volt, amikor Pronax még 9 fraggel állt. Most 9 kör alatt egy, azaz egy ember sikerült elültetnie a Gaccent irányítójának. Draken az AVP-vel ilyen agresszív push, ha mondjuk ha így megy a rántás, akkor összejöhet. Bőven összejöhet. Draken dupla. És még JW jut patkányból kiérkezve is eldövé, hát nem volt boldog JV. Látszott is az arcán, őt mutatta a minikamera. Draken eddig igazolja valóban klasszisát illetve azt, hogy hogy tudta az Epsilon megnyerni ezt a csoportot, ahol ott volt a Heroic, ott volt a Hellraisers, de mégis a frissen tagot cserélő Epsilon nyerte meg a csoportot. A három AVP kill mellé Kállam -e oda szúr egyet az UMP-vel. Tökéletes védelem. A bombát ugyan nem tudják, hogy ledobva hever körülbelül tékezdő magasságába. De nem is szükséges. Freddy behúzza az utolsó freget az UMP-vel, és le tudta cserélni most már ezeket az SMG-ket, az Epsilon, a Gatsent vásárlásának köszönhetően, akik voltak olyan szívesek, és két alkával is megjutalmazták kállett és Fredit. A Drakentől ez a már önmagában nagyon szép. Az, hogy Flash a fejét is eltalálja még, az valami hihetetlen, és ez pedig a harmadik JW-n, hát nézzétek az arcát. Egy mély sóhaj és lehúny szemek, ennyi tudott JW hozzáfűzni ahhoz, amit Draken csinált. Elég alacsonyra céloz, arra számít, hogy esetleg guggolva érkezik majd valaki középre. Minden be fog neki segíteni egy társ, illetve röviden is érkezik. Lekró az egyedüli, aki terelt, ez kicsit kiforgatja a pozícióból az epsilon és Kallén a feladat. Ú, pont levált gránátra. JW nagyon jókor érkezett. A Desert eagle rez egy ember megvan neki, egyenlőre tartja B és visszafordulnak kötő felé, flásra azonban elhullik. Hát ezek a pisztolykörök most nem a javára fordítják a meccset. Nem tudnak megújulni, Pronax most egy kilt ugyan szerez, és a nagyjából mellé felvesz egy ákát, de Barbár rendkívül gyorsan rövidre zárja ezt a kérdést. Itt nem lesz több fregett Pronax, marad szépen a kettes vagy hármas killnél. És aztán Barbár befejezi. 10, 1. Igen, Pronax 2 killen. Hát nem túl büszke. Nem túl büszke. Főleg úgy, hogy assistból is nulla. alából pedig 10 is jutott neki. Ismét alkák a kezekben, de annyira nem tudja összeszedni magát egyszer sem a Gatszent, hogy AVP-t is a kezükbe vehessenek a srácok. A Snyder nagyon szépen letart, Freddy ebben most alaposan belesétált. És Barbár is meg fogja próbálni? Jön a Smoke, és pontosan tudja, hogy Snyder itt van valahol, és elmennek egymás mellett az oszlop körül. Barbár meglátja Snydert. Mit, mit csinál? Le akarja késelni. Oh. Három szúrásra csak összejött, de aztán Flasa letart Palota kiáratánál, és ez így egy nagyon könnyű frek barbáron. Hát kérdés, hogy így megérte -e összességében ez a késelés. Lekró is szerez egy freget. A 10 öttel már önmagában elégedett lehet az Epsilon, de elképzelhető, hogy bőven van ebbe még. A Gatsennek pedig nagyon kell kapaszkodnia. agresszívan előre meg az AVP-vel és leülteti Pronaxot. Majd próbál minden vissza hátrálni. És egyenlőre nem néznek ki rá, úgyhogy sikerült neki. Nagyon szépen felállnak Barbár elé, egy vonalba Snyder és Flash-a. egymás zavarta a két terror. Barbárnak pedig ez így ajándék, két kill, ké, 4v2, hát ez az, amiről beszéltem. Ez a 10-2 még nem garancia arra, hogy innentől ez a Gatsent végig nyeri a köröket. Ez a dupla AVP és setup valamint Flasha és Snyder hibás helyezkedése, úgy tűnik, hogy a 11. kört meghozza az Epsilonnak. Kála itt van már mögöttük, Resz pedig letartja ablakon keresztül, ellövetik őt az AVP-vel, így pozíciót kell váltania. Kálinak mozognia kell, hátba tudja lőni JW-t, Lekró pedig bent van már Sajton, de az AVP-je most jó helyre céloz. 11-2. Nyerték buktákban a terrorok? sok jóval nem kecsegtet így ez a kör. Nekró szerzi a nyitót, Kále azonban egyből vissza is lövi, ezt a B-ház puszt nem engedték túlságosan kibontakozni az Epsilonnál. Két kör van még hátra a félidőből, hogyha a Gatszent szeretne legalább némi egérutat hagyni magának, akkor ezt a hátra levő két kört nyerni kéne. Ellenkező esetben egy jó pisztolykörrel az Epsilon villám gyorsan eldöntheti a felsővági továbbítás kérdését. És alsóhágra küldheti a gátszentet. A győztes pedig a Hellraisers Space Soldiers győztesével játszik majd. Az a mérkőzés majd délután kerül képernyőre. Ez is Barbár most már ember hátrányt jelent a haláluk, de mire kimondom, Freddy visszalövi JW-t, Kalle tőle szokatlan fegyverrel, AVP-vel a kezébe tartja b -házat, de kellően rá tud látni ahhoz, hogy ne kelljen a társaknak neki bén segítenie. Hát az egyetlen gyenge pontja most az Epsilon védelmének az lenne, hogyha B röviden egy füst vagy vakítóval kimozgatnák Drákent, és el tudnának menni B röviden, de ehelyett rámpát választják, Draken AVP-je pedig ezúttal is megtalálja Pronaxot, oldalba tud lőni még egy embert, hogyha elég ügyes, Kalle leváltott M4-esre, Draken elhullik azonban, Flash -a 18 HP-val és bombával a kezében. És lejárt az idő. Nem is értettem Kállét, azt hittem, hogy egy pillanatra hogy kifagyott, és azért megy a sarok felé, de igazából csak realizálta, hogy nem lesz idő a bombát leplantolni. Még jó, hogy ő nézte az órát, De valami őszintén én a játékra és a minimapra figyeltem, de teljesen jó döntés volt Kállétől előtte a bombás embert, és így 12-2. Flasha hiába menti ki Draken avp jét pénze ugye nem volt, társaknak dobni nem tud, úgyhogy egy AVP és mellé négy pisztoly. Ez a Gatszent vásárlása, és Flasha ki is szedi Drakent, aki megint megpróbált moziból leugrani, és ezt a területet előre nyomni, Úh, Fredit is ellövik, hát lehet, hogy ezt kellett volna eddig is próbálni. Csak pisztolyok? CT kezdőre be tud rohanni JW, de Freddy átrotálás közben ellövi. A dupla előnyből még mindig van, Snyder itt van lépcső alatt, és ez Barbár valószínűleg nem tudja, hiszen akkor már ránézett volna. Snyder azonban most már sejtenie kell, hogy itt bizony van egy játékos. Lekrót meg fogja találni most Barbár de Lekró Draken AVP-jével villám gyorsan kiszedi, flash 0 hp ját ellövi. Kalle és Snyderrel is végez, 2v2, van egy AVP, ugye Lekró kezébe, de le őt is kiszedi, és Resz pedig befejezi, Kále nagy köre volt ez most, 4K az Epsilon vadonatúj játékosától, és ezzel 13 a félidő. Érik tehát a meglepetés, és nem is azért meglepetés, mert az Epsilon ne le a gátszentet, de ez a különbség itt a Decider mapon, két ilyen szoros map után, azt hiszem, hogy már bőven a meglepetés kategóriába sorolható. játék hangból ítélve hallhatjuk ugye a visszaszámlálást. Itt van Kalle, hogy kiszedi flashát, ez már a második frag volt. Majd végez Snyderrel is, itt a harmadik. És utána még Lekró kezéből is kiszedte az AVP-t. Érthető az öröm, dicsérik is a társak. Szép teljesítmény volt ez kalle aki így szép lassan már azért feljött 11 fragre. Még ott a félidő hajrájába. Azért alaposan le volt maradva, de egy tripla, aztán egy négyes, úgyhogy villámgyors, hét freggel ő is behozza magát most már a társak mögé. Ronax továbbra is kettőn, 13 halál mellett, nem, 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 nem tudok erre mit mondani tényleg. Nagyon kellene az ötödik játékostól is a killek, a fregek, hogy folyamatos veszélyt jelentsen az ellenfélre. Most ha gonosz akarnék lenni, akkor az Epsilon ledemoszta a gutsent és ahol uh, Pronax véd, oda kell támadni három kört, és akkor vége is. Hát az biztos, hogy Lekró, illetve Flasha felé nem szabad menni. Lekro összességében egy triplával villámgyorsan gyorsan megoldja ezt a pisztolykört a Gutsent-nek, de lehet, hogy késő ez a nagy hajrá. 13-3, még mindig csak három kör a Gutsent-nél. bedarálja az epsilon úgyhogy nyerik az első alapkört, mindössze JW-t veszítették el. Így a készleteket se kell nagyon újra vásárolni, 13-4. Még egy köre lesz a gatsen ahol szabadon villoghatnak és jöhetnek az ingyen fregek, de utána bekeményít majd az Epsilon is. bomplant egyik körben sem volt, úgyhogy fullekónak kell következnie a terroroknál. és reméljük azért, akkora meglepetést nem okoz a Gutsent, hogy még egy ilyen kört is képesek legyenek elveszíteni. Gátszentnek az utóbbi időben nem éppen kellemes emlék Mirázs, a Pixel ellen is a WSG-n X-et játszottak rajta, és csak a hosszabbításban tudták megnyerni. Nem igazán mondanám, tehát hazai terepnek. Hát van, hogy a vétó után ez marad, mert ezen minden csapat otthonosan mozog, és egyszerűen egyszeren benn marad a végén de hogy önszántából a gatszent első pályaként biztos nem pikkelném mirást, az teljesen valószínű. De Reken és JW a két első számú AVP-s összehasonlítása. Hát ö, annak ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy JW szépen termelte a fregeket, hogy 13 5 az állás. Tehát a körönkénti freg, tehát a nyert körökbeli freg megosztás az inkább JW-nak kedvez. Ugye értem szerint egy nyert körben ö, több freget is fog szerezni a győztes csapat, tehát az Epsilonnak 13 nyert köre volt, ö, köre volt, arra, hogy Draken fregeket lőjön, ráadásul CT-be, még JW-nak terrorba kellett alkotnia, és eddig ment is. Na de nézzük a védelem, ami most, hogy nagy fegyvereket kapott az Epsilon, kezdi is bemondani az unalmast, Flash egy embert még kiszed, sőt, ott van a második is, és Snyder is tud duplázni, így egy 3v5-öt megfordíthat. A Gátszent barbár marad egyedül. Megpróbálja elhitetni, hogyha valaki esetleg hallotta a lépéseit, hogy B-sorton sétál be. De ott van a bomba a Gátszent előtt. Eszük ágában nincs feladni ezeket a pozíciókat. Flasha megvan, van még ideje, lehet egy kicsit játszani az órával még Barbárnak, CT kezdőről ki fog ránézni, vajon Lekró. Az biztos, hogy Snyder marad palota alatt. Barbár se gondolhatja komolyan, hogy ezt csak meg fogja valaki mutatni magát, de most ez mégis megtörtént, ebből azért ki lehet indulni. Ebből lehet következtetni, hogy a másik játékos vagy palota alatt, vagy rámpán lesz. Elszórakozza ezt innen a gátszent, hát azért csak nem, Lekró befejezi. Barbár nagyon okosan játszotta meg ezt az 1v3-at, kivárt, kivárt, hogy hibázzon a gátszent és megtették neki azt a szívességet. Megmutatta magát Lekró CT rampánál. És innentől kezdve rá tudott tartani Snyder, -re. el is lőtte. A következő frag azonban már nem sikerült, az már nem jött össze. a bomba, technájnos echo ide vagy oda, a kiskevó és a gyorsan tüzelő pisztolyok eddig megteszik a hatásokat, és Freddy most már a kiskevó mellé egy ak is szerez magának, és Flash egyenlőre nem tart le, Uff, teljesen hmm, feleslegesen mutatta meg magát, igen, ezek a bosszantó hibák, hogyha csak ott letart, elrohannak esetleg mellette, talán ki lehetett volna hozni ebből a körből is többet, így azonban megvan a Gatsent hetedik köre, Elkezdődik a Minor sorozat, legnagyobb comebackje, 13-2-ről akarja megmutatni a gátszent, hogy mire is képesek valójában. Oké, hogy előnyesebb a CT oldal, oké, hogy könnyebb ott jobban játszani, és a gátszent képes is lehet rá, de 13-2-ről nem a gátszent fanokat akarom bántani, de a lehetetlennel határos megoldás lenne, JW nem ismer kinézni hallja középen, hogy mozognak, így biztos benne, hogy Draken le is tart, és így is történik. Snyder pedig visszajön kötőben, egy kicsit hátrébb. Nem akar ennyire közel kerülni a terror bandához. Jó lesz neki itt lépcső aljába. Hmm, Rez, falon keresztül szedik ki Snydert. Hiába ment messzebb, még ez is túl közel volt. Kellék valószínűleg egy buszta fognak próbálkozni, ez miután szerzett egy freget, most ismét döntő pozícióba kerülhet, nem nagyon mer benézni. Hm, fel is adják ezt a boostot, pedig nem volt rossz elgondolás. Jön a moló, JW-t pozícióváltásra készteti. Aha, hogy máshonnan próbálkoznak a boosttal. Kále azonban csak letart, és mellé ugrik le. Ez most nagy hiba. -bár közben elhullik, a bomba pedig megy bére, onnan ki kéne szedni rövidről flashát, hiszen az egyetlen B védő megérkeznek most már mellé konyhába a társak. Hát nincs ideje az Epsilonnak átfordítani, és visszaért mindenki a Gatszentől. Elszórakozták ezt a helyzetet. Megvolt nekik a nyitó, övék volt a mid-control, és a vége az az, hogy két fegyvert kimentenek. Na igen, Kalle, jó ez, hogy ott van Jungle-be, előbb kellett volna. Új, és Draken kezéből nem tudják kilőni az AVP-t, hát Flasha nem infózt a JW-nak, hogy merre kéne fordulni. Két fegyvert benne hagy a körbe a Gatszent később még visszaüthet. Nem nyert még a második fél időben kört az Epsilon. Itt lehet az első. Kalle belövi a nyitót, és megint megvan a mid control, de megint nincs túl sok ideje ahhoz, hogy egy esetleges forgatásba belemenjen az Epsilon. Ott van a bomba már árámpán, úgyhogy ebből már egy A kör lesz. Jó Kalle pozíciója egyébként. Az előző körben is ezt kellett volna csinálni, akkor azonban átvitték Béren. Nézzük, Flasha. Ó, oh, Draken avp nek a végén végzi. Lekró beragad Bére, úgyhogy 5v2-ben támadhatják árakot. Pronax ellövi magát teljesen felesek, nem tudja kipontozni. Na végre Fredit azért csak ellövi, és a bombát plantoló Reszt is. barbármire mire ellövi, 3v2-ben maradnak, és Snyder pozíciója is nagyon jó lehet. Lekörül a bomba. De kell kiszedi Lekrót, és ezáltal Snyder 15 HP-jával egyedül kéne, hogy megoldja. Most majd elválik, mennyi pénze maradt a Gatsennek az előző körökből hogy egy esetleges vesztett kör után mit tudnak majd alkotni a bomba. Itt van doboz mögött, ki van téve azonban, hogy lássák középről is. És ez Snyder pontosan tudja, Barbárat ugrándozik, próbálja mutatni magát. Megképzelhető, hogy AVP mentés lesz ebből felpalotába, nem lövik el. Elég messzire tud-e futni, van Kevlar, ez így meg lesz, 5 HP-t ugyan veszít, de az még bőven elég ahhoz, hogy az AVP-t kimentse, hát valószínűleg az anyagi helyzete miatt volt szüksége erre a csapatnak. már Snydernek az előző kört nem sikerült megfordítani, akkor most itt a 23. körbe kiveszi a részét a Gatsent védekezéséből. Ezzel a középen előtt duplával, és hogy nem halt meg egy HP-val túlélte, és még mindig fenyegetést jelent az Epsilonra, akik ugye nem tudják, hogy hány hp -ja lehet. Bőven kihozta ebből a körből a maximumot, hú, viszont hogyha ott falon keresztül beakad egy golyó, akkor Snyder nagyon nem lesz boldog. Így, hogy bedobták a füstöt, így elképzelhető, hogy ez lesz a sorsa, hiszen spammelik folyamatosan a falat, de olyan jobb szélre talán nem céloznak. Most egy elmúlt a smoke. Rá fog nézni Snyderre, és ott meg is látja, így van falon keresztül, azt az egy HP-t már bármi levitte volna. le elkezd lőni, ott flasha tart le abból a pozícióból, és nem tudja hátba lőni kellét. Pronax azonban csak egy ember tud ellőni. Meg lesz a plant. Meg lesz a plant. Frasza nem ért oda időbe. De gyorsan oldalba lövi reszt, és ezzel 14-9 most már az állás. Mindenki választ egy-két fegyvert, felveszik az értékeket, amiket ki lehet menteni. Sasa nincs diffuse kit, hát ő még egy olyat vadászhatott volna, de 10 másodperc alatt is meg lesz ez bőven. Elvetik JW-t, ugyancsak Desert le van az Epsilon-soknak. De az információ is jól jön. 13-2, mondom mindenkinek, 13-2 volt az állás, amikor elindította ezt a nagy hajrát, a Gatsent. Ez a kör is megvan. Újabb kör landol, tehát flashájuknál. Trakenek nem sikerül ellőni a moziban átugráló gátszenteseket, és fel is kell adni a pozícióját, fél a mid-pustól. Ronax, egy ember megvan, neki nem jó a spray control, Rez már alig veszített HP, JW pedig letartja palotát, de onnan senki nem jön. Hát majd csak később, most fog majd odaérni, de addigra fel kell adni a pozícióját, tehát ennyit nem várhat JW sem. Szépen lemegy a C4-es, és Draken ott fog maradni palotába. Kale kiszedi Snydert, És felszedik ninjába két terror orra elől. Barbár nem is érti, hogy mi történt, fogalma nincs, hogy ez hogy eshetett meg velük, előnyösebb pozíció volt, és a Gatszent is úgy veszi, higgadtan tudomásul ezt a tényt, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hát nem, hogy nem természetes, hatalmas pofátlanság, és remek egyéni teljesítmény, nem jut ezzel öt meccsponthoz. Az Epsilon a Gatszent felszedi a bombát az orruk elől. És itt 14-11-re módosítják az állást. flesejék félnek tőle, hogy esetleg B-házba rájuk lopakodnak az epsilonosok, akik nagyon sokáig várnak, szinte mindig ilyen 20-30 környékén távannak, és a gutsend ezekbe a rotation mozgásokba eddig felülmúlja az epsilon csapatát, hiszen jól forgatnak, jól érzik, hogy hova kell látszárni. Barbár és Kalle Ez hihetetlen hiba. Snyder mindenféle gránát segítsége nélkül is tud lőni egy duplát, Pronax kiszedi ninjából reszt, és palottából is sejtik, hogy ott van az utolsó ember. Draken pedig egyszer AVP-vel 14 másodperc, hiába van nála a bomba, csak a mentés lehet a reális opció, és letart, de jönnek rá, nem fogja tudni kimenteni azt a VP. -t. 17 HP, a smókon belül egy nózum még ott van. Még egy játékos leszed, de a végén csak végeznek vele. 14 12. Hát, ha volt is már ezen a versenyen comeback, ez biztosan emlékezetesebb marad annál, hiszen 13-2-es félidő után állhat talpra a gátszent. Előnyösebb oldala, CT persze, de nézzetek meg, ezt már a kód se bírja ülve. Bocsánat. Tehát állva. Ehhez még neki is le kell ülnie, megnyugodnia egy kicsit. Eszméletlen, amit eddig a csapat csinál. Ezt a félidőt eddig 10-1-re nyeri a Gátszent. 10-1-es CT félidő az Epsilon ellen, egy ilyen hatalmas tétnél, hiszen a győztes marad felső ágon, a vesztes pedig a kerül. A győztes ugye a Hellraiser's Space Soldiers mérkőzés győztesével játszik majd a ma délutáni összecsapáson. A vesztes pedig... Mi történt? Snyder dupláját láthatjuk, egy és kettő, Kallen némi sebzést ezért ki tud osztani, de ez a körbe került, itt Draken egyet még belő, JW megpróbálta megszúrni, de ő is a Nozum hegyén végezte, igen, valami beállításbeli probléma lehetett, mert ugye itt pisztolyjal ugrándoztak a srácok, és aztán vissza is kellett állítani a kört, de a freestyle most már lepereg, az Epsilon ismét csak a pisztolyok erejében bízhat, 14-12-nél ismét egy ajándékkör következhet a Gutsentnek, akik karnyújtásnyira kerültek most már az egyenlítéshez. Eddig ez a 2-1-2-es védelem tökéletesen megállja a helyét az Epsilon ellen. Ezzel a mozis busztal már többször próbálkoztak. Az eddigi egyetlen nyert körüket is egy hasonló megoldásnak köszönhetik. Draken Fent van most már moziba, JW pedig az AVP- vel lehet, hogy sejti, hogy itt van valaki, de biztosan nem tudhatja. Benéz mindenhova, és, és be is tudja lőni őt Draken, úgyhogy a legjobb emberhez kerül a VP. Ráadásul le ellövi flashát egy pisztolyos körrel, szakad meg a Gutsent jó sorozata. Egy-egy arányba fregelnek, úgyhogy ez így még mindig jó az Epsilonnak. Null HP-a volt Lekrónak, úgyhogy Freddy be is fejezi. Snyder ellen 1v4, nagyot kéne villanni a vagy menteni a fegyvert, és elengedni az Epsilon 15-12-re, úgy tűnik, hogy emellett dönt, emörül neki, de nincs más lehetőség. Az Epsilon pedig szépen felveti azokat a fegyvereket, amiket a gátszentesek elhullajtottak. Ugye Drakennél ott van egy VP, a B védők közül Flasha és Lekró fegyverét fel lehet venni, és Rez is szerzett most már magának egy M4-est. Igazából alig kell valamit újra vásárolni az Epsilonnak, még tartalékolhatnak is egy esetleges 29. körre, de elképzelhető, hogy már a 28-ban vége lesz a találkozónak. 15-12, 3 meccspont, ez már nem csak a mapról dönt, ez már a teljes meccset jelenti. Flashon nagyon nem szeretne a svágra kerülni, úgy látom, de mintha egy kis ilyen unottságot, vagy ilyen kis ilyen rezignáltságot is látnék rajta. Nem látom egyébként a Gatszent játékosaiba azt a tüzet, hogy ők itt nagyon meg akarnák mutatni. Lehet, hogy Flush-a fejébe is olyan gondolatok cikáznak most végig, hogy mit keresek én itt ebben a Gatszentben. Miért nem maradtam inkább a fanatiknál, és mit szórakozok itt egy EU minor selejtezővel, amikor egyből ahhoz vagyok szokva, hogy a major folyamatosan részt veszek, és mindenhol ott vagyok, automatikus alanyi jogon. Aztán ott sokáig is jutunk a csapattal, Időkérés lehet a háttérbe, hiszen a szervert nem nagyon mutatja a kamera, vagy pedig ismét valami technikai jellegű probléma lépett föl. Erdély is a homlokát, a Gáczent kócsa nem elégedett a látottakkal. Az első félidőben nagyon elengedték az ellenfelet, tehát, hogy ott nem 13-2-vel fordulnak, akkor ez a félidő még bőven jó. Hát 10-2. Eddig az állás ebben a félidőben a gátszentnek, De az Epsilon még jobb volt. CT oldalon. forszolni a kellett, amit csak tudtak, de hát két famos és két CZ is becsúszott, Flasha azonban most elülteti Barbárt, és így egy AK lesz a jutalma. Pronax egy váratlan pozícióból a famos is tud fregelni, dupla nyitó a Gatsennél, kitarthat még a csapat ereje, Pronax lesz egy Drakent is, Freddy azonban hátba lő egy embert, és ugyanez megtörténik JW-val is, úgyhogy az 5v2-ből hirtelen 3v2 lesz. Rez és Freddy még tartogat egy kis meglepetést az ellenfélnek. Lekró pedig igyekszik nem ellépni itt patkányban. Azt azonban hallania kell, hogy Rez itt fut el mellette. Hallja is, látja is, és el is tudja lőni. Esik a bomba, Freddy pedig már bent van lerakón, bomba nélkül. Hát azt várta, hogy Rez majd fut utána, lerakják a bombát, ő addig szétnéz. Ehelyett az ő addig szétnéz a stimmel, de nincs bombája. Zyder pedig befejezi a kört. Pronax és Lekró le tudják egy cserélni a famaszt vagy a következő körre is ezt a fegyvert hozzák. 15, 13. Egyre szorosabb elképzelhető, hogy itt is hosszabbításba csapunk át, srácok. az csak beragadt, úgyhogy Lekrónak ezzel a fegyverrel kell megmutatnia. Pronax felugrik, és valószínűleg előre fogja tolni palotát ebből a jó kezdő pozícióból, viszont palotában nem lát senkit. Ez értékes információ. Hogyha ránéznek rámpára, és ott esetleg ellövik Fredit, vagy ki tudják onnan üldözni, akkor át szinte üresen is hagyhatja a csapat. De úgy tűnik, hogy már is ennyi információ birtokában, amit Pronax szolgáltatott, elindulnak az ávidők B-fele, és Pronax, hogyha letart, akkor Szépen megölheti Freddyt palotába, Freddy próbál nézelődni, Pronax pedig tartja, érzi, érzi Freddy, hogy itt lesz valaki, de ez nem elég. Pronax most jobban jön ki ebből a fészelésből, végig nyomja teljesen palotát, egészen T kezdőre is benézhet. A társak pedig szépen rotálhatnak át. Draken AVP-vel nézelődik, próbál Bén kilőni valamit. Mindkét B védő lerakón, és JW is fregel egyet. Hát srácok, comeback is real, de most már tényleg, ha nem tud bombát plantolni az Epsilon, akkor az utolsó körre nekik lesz egy rettenetes force körük. Ebből a felbusztolt pozícióból sikerült Drakent 15 HP-ra letolni. És 40 másodperc van hátra, nem tud mit csinálni a csapat. A Gutsent azonban jobban teszi, hogyha elindul most már A fele. Látszik a csapatmozgáson, hogy ezt is teszik a srácok mennek most már patkányban, próbálják előre tolni B házat is, illetve CT tartra is megérkezett valaki, mentés, 20 másodperc, nagyon uh -huh. úgy tűnik, hogy letartanak egyenlőre csak az Epsilonosok, és már az utolsó körre készülnek, ezt most itt 5v3-ba elengedték, hoztak már le 3v5-öt, akár a Gutscentesek, akár az Epsilonosok ezen a mérkőzésen, 2v5-öket is oldottak már meg, de itt, ilyen közel, a meccs végéhez nem merik bekockáztatni, szerintem semmi pénzük nem lett volna az utolsó körre. Így csak két fegyvert kell venni, vagy két játékos ugye tech veti bele magát az utolsó körre, de lesznek gránátok, lesz bőven felszerelés. rettenetes hegránát flasától, valószínűleg nem ezt a közeli sarkot próbálta meg behegelni. Két Tech Nine, ugye, aki mentett fegyverek mellé, de legalább gránátok vannak, ennek nagy részét eldobálta már az Epsilon, amit kontroll megvan, és be is mennek most már B röviden, valószínűleg egy kerítős B következik, ebből JW nem lát semmit, érkezik most már konyhába, fontos lesz azonban, hogy meg tudják-e állítani ott a kötőből érkező játékost, illetve hogy a bvd dőket tudnak-e lőni legalább két embert, ugye? Hogyha már ők egyszer meghalnak, akkor nem maradjon válasz nélkül a dolog. Lekrónak egy ember már megvan, ráfordul ezre kettő flasa, így már túl is teljesítik, amit elvárható lenne. 5v1, Draken, srácok, jöhet a hosszabbítás, megcsinálta a 2 2.13-ról felállnak a második félidőben, az Epsilon pedig. 11 körös előnyt szórakozik el. A barbár hiába mutogat, ez már nem lesz jobb, ezt már rendes játékidőben biztosan nem nyerik meg. A Gácsánt a hosszabbítás előtt legalábbis a játékosok, gondolom, egy kis egészségügyi szünetre elvonulnak. Kicsit felfrissítik magukat. Nagyon magyaráznak egymásnak a játékosok, de igazából csak magukat okolhatják. Érkezik tehát a hosszabbítás, hamarosan egy rövid szünetet még kikérnek a csapatok. Hiszen ez a mindent eldöntő hosszabbítás. Ez már nem csak 0-0-nál vagy 1-1-nél egy, egy, egy olyan hosszabbítás, hogy még utána lehet javítani. Itt bizony már nincs visszaút. Hogyha valaki ezt a hosszabbítást megnyeri, már pedig addig nem hagyják abba a csapatok, amíg nem hirdetnek győztest. Az a minor felsőági döntőjébe kerül, és ellenfére várhat a Space Soldiers Hellraisers meccs kapcsán. Az első pálya Train 16 14 lett a Gatszenté, utána 21-16-ra nyert az Epsilon cash -en. Érdekes, hogy a Gatszent ugye mindkétszer 16 kört szerzett, az egyikkel tudott nyerni, a másikkal kikapott. Hát igen, nem mindig elég a 16 kör. Mirázsom, most 15-15 az állás, és a szünetben várunk a hosszabbításra. MR5-ös hosszabbítások vannak, tehát öt kör egy fél és 16000 dollárról kezdenek a csapatok. Ez ugye teljesen más, mint hogy a három kört kell játszani tízezerből, hiszen itt az öt kör alatt még a money management ismét egy fontos szempont lehet. Hát hogyha két mondjuk wp és setupot bevásárolnak MR5 elején, teszem azt a CT-t és elbukják mindkét kört, akkor a harmadik kör már nagyon kevés pénzük van, Mondhatni egy full is be kell liktatniuk, hogy a negyedik körbe aztán tudjanak rendesen vásárolni, úgyhogy ö, nem. Éppen úgy sült el a dolog, ahogy tervezték. játékosok szép lassan visszaülnek a helyükre, és hamarosan ebből a gyönyörű PGA stúdióból következik tehát a harmadik pálya hosszabbítása, egy kiélezett csata folytatása és végső ütközete rendkívül szoros első két map után nem bírtak egymással a csapatok a harmadik pályán sem, úgyhogy három mapon összesen két hosszabbítást láthatunk egyenlőre. Aztán ki tudja, hogy hányszoros hosszabbításra kerül itt sor Mirázson, ahol mindkét csapat egyébként 13-2-es CT félidőt produkált. Tehát a hosszabbításban ez körülbelül úgy néz ki, mint hogyha mindenki 4-1-re nyerné CT oldalt. Most egy kicsit kerekítettünk, de a terv tehát az, hogy a hosszabbításban mindkét csapat legalább négy kört nyerjen CT-be. Akinek ez nem sikerül, az könnyen veszélybe sodorja magát, hogyha egynél több kört ad a terroristába játszó ellenfélnek. Nézzük a Gutsent védelmét, igazából nem változtatnak sokat a dolgon. JWU kötő, Snyder és Pronax meglátott valakit, és Drakent el tudja lőni smokon keresztül, Barbár azonban vissza tud fregelni. Fú, ez nagyon izgalmas volt, ahogy ott Pronax benézett, és egy AVP csövet látott meg csupán, és ez bőven elég volt ahhoz, hogy előjön valaki, JW-től jön a no zoom. Kállét nem tudja előni, késsel fog ráugrani. Ú, uh, megpróbálta legéselni Kállét, de az AK jobban sült, Lekroy Snyder azonban szépen tartják a szöget, úgyhogy a kör felénél Barbár hirtelen, bár nála van a bomba, 1 v 3 ba tartja magát egy ilyet, már majdnem megcsinált. Akkor 1 v 1 kihúzta, és most is ez a helyzet. Ugyanaz a forgatókönyv. Barbár 1 v 3 ban marad, két embert megöl, a harmadik pedig végez vele. Hát bosszantó lehet két ilyen 1 v 3 at mm, 66 ba megcsinálni. Aztán a vége előtt bemondja az unalmas, de négy fegyvert előttek. Itt van ez a barbár, majdnem clutch. Egy ember megvan, jungleből nem jön senki, akkor ct jönnek, még azért átfordul jungle és talán ez a hiba, ha végig ott tartott volna CT rampa felé, akkor meg lehetett volna a kill Snyderen egy golyó elég lett volna. JW-nak újra vásárolják az AVP-t, de nagyon fogy a pénz. Négy fegyvert is elvesztett a Gátszent. igen, nyerték a kört de ettől ez még nem garancia semmire. Flasha a róla elnevezett pozícióban felugrik korlátra, hát hogyha Freddy ide felnézne maga fölé, hihetetlen, akkor egy könnyű freget szerezhetett volna, így azonban JW One Way smoke -ja végén meghal. Barbár pedig itt van már Flasha mögött, nagyon szépen kiszedi, észrevétlenül belopózott B rövidre. Nem tölthet sok időt, tehát előnyben a Gátszent. 4v4. A bomba egy perc alatt még bárhova mehet, de így, hogy patkányból fölfele megy B-fele, valószínűleg B-házat választják majd az epsilonosok. Egyelőre semmit nem látnak a füsttől, de Rez úgy dönt, hogy Draken AVP-s támogatása mellett inkább béreteszi le a voksát. Ugye ilyen 10-20 másodpercbe telik a rotation egyik, illetve másik lerakó között, a terroroknak egy kicsit hosszabb ha csak nem patkányon végig futnak, de például Bén, ahol Lekró áll, egy 12-15 másodpercbe telik egy gyors A-rotation. De ez úgy dönt, hogy most már kitartanak B mellett, ugyanis Barbár megérkezett konyhába, Kalle pedig elővi JW-t, Barbár tud is egyet fregelni, a Snyder -t ki fogja oldalba lőni, hát természetesen Barbár lesz az, nem infózta neki a társ, hogy Barbár bizony konyhából a hátukba került. Ez egy epsilon kör lesz, és itt jöhet elő, amiről beszéltünk, hogy a gátszent az előző körben is négy fegyvert vesztett, pronax az egyedüli, aki él ebben a körben, még ha ki is menti ezt a fegyvert, nehéz helyzetben lesz. Snydernek van még 14 ezre, szóval ezt nem tudom, hogy csinálta, lehet, hogy az előző körbe is dobtak neki. JW már nullán, és flash -e, valamint Lecro is 3-3 dolláron. Úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy az utolsó körre már semennyi pénze nem lesz a szennek hogyha itt most két kör zsinórba buknak, de Snyder nagyon jó pozícióból megszerzi az első freget. Ugye beszéltük, CT-be 4-1 kell a CT-knek, hogyha a rendes játékidőben megszokott arányt szeretnék tartani. Ott ugye 13-2-re nyert mindkét csapat, tehát tudhatják egymásról, hogy remek CT oldaluk van. CT oldalat, tehát nem lehet ezt a mapot megnyerni. Még egy 5-0-val se. Itt terror oldalon kell nagyot alkotnia egy csapatnak, aki szeretné megnyerni, és JW a One Way smoke -ok mestere, ezúttal is ellövi kállét. megérkezik flash a B-rövidre, 5 2 az Epsilon hiába szerez még egy freget, Freddy előtte JW-t, Rez elhullik, úgyhogy a 6 HP és Freddy, akinek ismerik a pozícióját, van már csak egyedül, de mire befejezem Flash a második fregével, 17-6 az állás. A terroroknak bőven van pénze, még így bomplant nélkül is. Draken nullára vette magát, reznek lesz pénze dobni barbárnak is bőven. A következő körben, hogyha el is bukják, akkor az a felállás, hogy barbár több egy AVP-t. Freddy magának tud venni és dobni, és tud valamint rez is tud majd dobni. Ráadásul, ha jön egy bomplant, akkor főleg. Úgyhogy a következő körben is hasonló lesz a setup. Szinte végig nagy fegyverekkel játszanak a csapatok, sokan ezért sokkal jobban szeretik ezt az ötkörös hosszabbítást, az ember 5-ös hosszabbítást, mint amikor három körönként cserélnek oldalt a csapatok. Egy kört hozott az Epsilon, tehát statisztikailag már jók. Pronax egy emberrel végez. Rez még kapott egy némi sebzés, JW pedig AK-val is ki tudja szedni Draken palotából. Rez ugyanakkor belőv ide ez a 3v2 itt a hosszabbítás utolsó előtti körébe bőven hozható barbár megint ebben a lurk szerepben, de flash a hátulról kiszedi AVP-vel, fú, barbár nagyon nem örülhetett ennek. Az egyetlen kört ugye pont azért tudták lehozni, mert ő konyhába a B-védők mögé került, és egy Kobi flashától. Hát ezt a 3v2-t most ő hozta le tulajdonképpen a Gatsennek. Oké, ők voltak ember de hogyha ő nem lövi ki onnan barbárt átkötőből, akkor könnyen egy vagy akár két freget is szerezhetett volna válasz nélkül ebből a lurk pozícióból, és aztán a gránáttal elérte, hogy nagyon ne is kelljen újra vásárolni a magát a Gatsennek. Draken és JW szinte fejfej -fej mellett, ha csak a kill számot nézzük, 24, illetve 21 a két első számú HVP s termése. De ez hogy érti, de olyan hamar, azt senki nem tudja, talán még ő sem. Be is nézett CT rampára, de nem sikerült sebzést kiosztania. Drakennél ott van természetesen az AVP, Bárbárnak volt elég pénze, hogy dobja a társnak, az AK-kra pedig maradt. Tehát Bárbárnak ugyanakkor kevés gránátja lett, így hogy ő teljes felszerelést és még AVP-t is kellett, hogy vegyem. És rá fog nézni, és ellövi a bombát Barbár kezéből. Uh, nem ér annyit azonban ez a pozíció, hogy rápussoljanak és átrotáljanak a játékosok, Ugye JW ezt csak egy sima entryként kezeli, mintha nem is láttak volna, ugye bombát úgy viselkedik a Gatsent. Kalle ismét végignyomja ezt az átkötőt, és hihetetlen, hogy egyébként rövidre nem fordítanak akkor a figyelmet, hogy megérje Pronax, viszont Palotát végignyomta, és Terror elő egy ember, de ő is meglátta a bombát, hiszen a bombát cipelő Freddy szintén ott volt látszik is JW helyezkedése, hogy próbál már azért inkább középre mozi szobából nézelődik. Pronax pedig ellövi a bombát, hát ezt a kört most szinte egyedül hatástalanítja a csapat irányítója. Jó volt az elgondolás, hogy JW pusoljon ki, és két ember kezéből is ellövi a bombát. Pronax tartania kell azt a bombát, hát ö, nem lehet pozíciót váltani. 1v3, majd ha ő elhullik, akkor a társak majd csinálnak valamit. Nem volt jó a vakító, Pronax semmit nem kapott belőle. A moló viszont nagyon jó. És megpróbálják kimolózni Rez Pronaxot. És akkor most mi lesz? Mi lesz? 10 másodperc és... Hosszabbítás utolsó köre. GG. Csak hogy ne járjon le az időflash, még kioszt egy fejes, de... Lekró középen garantáltan túlélte volna, ha flashán még be is akad most ez a fejes, nem lett volna idő. 4-1. A gutsent hozza a hosszabbításban is azt a statisztikát, amit a rendes játékidőben tudott CT-n. A kérdés innen már csak az, hogy az epsilon is meg tudja ismételni ezt a remek teljesítményt. a Cségó statisztikák megszállottjai és a közvetítést figyelemmel kísérők számára biztosan emlékezetes az a Pixel Fire meccs, ahol 41-38-ra tudtak nyerni. A map szintén mirás volt, és szintén ebben a stúdióban történt. Barbár azon a mérkőzésen is a pályán volt, akkor még Dead és Flash csapattársaként. Köszönjük Spraynek az emlékeztetőt ezzel az érdekességgel kapcsolatban. Hát valóban az eddigi leghosszabb tét meccs, amire emlékezhetünk. Az éppen itt történt, éppen Barbár főszereplésével, és pont ugyanígy Mirázson ebben a stúdióban. Egy EU minor -ön, amit a PGL szervezett. Mi kell még? Mennyi hasonlóság kell még, hogy elhiggyétek, srácok, hogy ez is legalább 50-60 körig fog tartani ez a meccs? A egyedül marad. Kále pedig befejezi a kört. Most a átszenten a nyomás. Ha egy kört szereznek, jön a következő hosszabbítás. Ha nullát. Akkor vége az Epsilon maradt felsőágon, ha pedig legalább két kör tudnak szerezni, akkor abban a pillanatban már tovább is jutottak és megnyerték a mérkőzést. Ezek a lehetőségek a Gatszent előtt 0, 1 vagy 2 kört hoznak, más forgatókönyv nincs ebben a hosszabbításban. JW és Snyder szinte egyszerre fregelnek. Snyder alig élte túl a találkozó Draken avp vel de azért valahogy csak megúszta. Jól van eddig a kör, tehát a Gatsennek. Villám gyorsan 20 másodperc alatt dupla nyitó. Az epsilonnak, tehát, vagy el kell döntenie, hogy hol védekeznek ketten, vagy pedig egy-egy, egy B1, egy pedig közép védekezésben bíznak, és úgy tűnik, hogy ez lesz a megoldás. A Gatsen pedig kihátrált B-ről, féltek a gránátoktól, féltek a pustól, hogy esetleg így próbál információt szerezni az Epsilon, amit egyébként meg is kellett volna tenniük, ez a passzív védekezés 3 v 5 ben nem lesz kifizetődő, én úgy gondolom. És rez most már tudja, infozza is, rohannak a társak, de nem tudnak idejében odaérni. Ohai! Rezlő egy duplát B-házból, de utána ő is Barbár is elhullik. Freddynek egy 1v2-t kell megoldania. Rez megtette, ami tőle elvárható. Vissza kell menni a bombáért B-házba. Na és meddig játszanak vajon Freddy idegével? Letezik most már bére a bombát? 40 másodperc volt, bőven az is beleférne, hogy átmennek másik rakóra. Lekró egyelőre még kezében az AK-val nem hajlik annyira a plantra. Most bedobják a következő molót, így már lemeri majd plantolni a C4-est, és Lekrónak nem kéne megmutatni magát, neki van több HP-ja. Pronax az így van, aki inkább elbújik, ki van neki téve a bomba, és Freddy tudja, hogy rakónot kell még lennie valakinek, hiszen aki plantolta a bombát, az nem lehet máshol. Lekró el is lövi magát, másik irányból számít rá, Freddy is beelteti, próbál teljesen más pozíciókba lőni, és azt hiszi, hogy B házba lesz valaki, mintha úgy lenne téve a bomba, és nem is néz ki oldalt Pronaxra. 20 HP-ra lemegy, 5 másodperc alatt végig lehet szedni, egy golyó elég. Pronax -ja célba is talál. Nem tudom, mire alapozta Freddy, talán egy rossz csapattárs infóra, vagy egyszerűen csak megérzés volt, hogy valószínűleg palotából érkezik majd a kitett bombára. Hát ez nem olyan helyen volt a bomba, hogy palotából akár több pozícióból is védhető legyen. Ez abszolút rövidre volt kitéve, egyszer sem nézett el rövidre, csak amikor már kapta a 20 hp való lesebizést. Ez nagyon szép. Itt, ahogy visszanéz, és szinte egy vonalba felállt JW és Flasha, két golyó, egy-egy a játékosoknak. Ú, <laughs> nagyon jó kép, ahogy Snyder fogta a fejét, és a szemébe húzta a sapkát félt, hogy ez a kör elmegy. Na, az a forgatókönyv már nem játszik, hogy nulla kört hoz a Gutsent, tehát az Epsilon már nem tudja megnyerni ebben a hosszabbításban a mérkőzét. Döntetlenre még menthetik, vagy pedig készülhetnek az alsó ágra. Ha a Gutsent a hátralevő három körből akár egyet is megnyer, háromból egy is elég nekik, akkor egy óriási kámbeket bemutatva 13-2-ről felállnak, és a hosszabbításban kiharcolják a felső ágon maradást. Pronax belővi a második és a harmadik freget is. Hiába fog elégni a molóban lekró, és Pronax is lemegy egy hp ra barbár gránátjától. Ezt már Reznek és Drakennek kell megoldania. Kettővé-négybe maradnak, jó Pronaxot számoljuk csak egy félnek. Egyébként se olyan jól, és egy HP-ja is van, őt akkor tekintsük félnek. Három és fél a kettő ellen. Most már csak egyedül van, Draken belő két embert. JW azonban eldönti a meccset. Hát alig hiszek a szememnek, srácok. Micsoda comeback. Micsoda fordulat. A Gutsent a padlóról felállva lehozza ezt a meccset 13-2-ről. Megmondom őszintén, eszem ágában nem jutott volna erre fogadni, hogy kihúzzák hosszabbításig, és ott Megfordítják a meccset és nyernek, de ezért ők a Gátszent. Flasha még most is. Olyan.